barátaim, nem sokára kezdődik a koncert, de az, az igazság, hogy nagyon izgulós vagyok, úgyhogy inkább menjünk vissza és nézzük meg, hogy hogy alakul a Honey Beast backstage élete itt a Kobuzi kertben. A zenekar érkezése előtt már igazából egy jó pár órával megkezdődnek a színpadon a munkálatok. Megérkezik a fény külön, megérkezik a backline, és a kollégák elkezdik összerakni igazából a felszerelést, hogy amire megérkezik a zenekar, már egy komplet színpadot kapjanak, és elkezdődhessen a soundcheck. Igazából akkor ért véget a munkásságom, amikor megérkeztünk a helyszínre, mert az összes egyeztetés megtörtént előre, és nekem már csak le kell vezényelni igazság szerint a magát a rendezvényt. Titok ez az álom, hogy teneszel a párom. Sziasztok! Rögtön kiadtattam a kabaláimat. Egy ilyen 2-3 órával azért meg szoktunk érkezni, de van, hogy sokkal előbb megérkezünk, tehát például a klubkoncerteken van olyan, hogy 4-5 órával már ott vagyunk, és akkor elmegyünk enni, meg ilyesmi. Általában minden helyszínen szoktam inni egy kávét, ez a kabalám. És hát nagyon fontos a smink, és itt van a fantasztikus Kontra Katalin, aki most már nagyon régóta csinálja ezt nekem, és ez fontos, hogy minden a lehető legjobban menjen, és hát ennek a szellemében történnek nálunk, úgymond a kabalánk is, különböző rituálék, mert tökre összeszoktunk, mint egy család, úgyhogy tök jó kis csapat lettünk a zenekar is, és a velünk dolgozó crew egyaránt. Idén valahogy én az egyszerűség híve vagyok. Mostanában kezdem el felfedezni a fehéret, mert eddig mindig minden fekete volt, és vagy fekete ezüst, vagy fekete piros, vagy ilyen nagyon intenzív színek. Most egy picit valahogy visszavettem a színekkel. Hát ha szabad így fogalmazni, az utolsó béke évig, ez tényleg egy ilyen családként működött, egy ilyen fantasztikus közösségként, ez a, mondhatjuk így, hogy Honey Beast backstage, a csapat, a crew, a zenekar és a technikai emberek, és hát körülbelül egy évig nem nagyon találkoztunk. Próbákon találkoztunk, de ugye egyébként nem nagyon. És amikor találkoztunk ugye közel egy év után a backstage-ben, az olyan volt, mint amikor egy nagy család találkozik, akik szanaszét vannak a világban, és akkor egy közös családi ebéne újra találkoznak. Tehát ez egy nagyon megható pillanat volt. Vannak ilyen szertartások, hogy ha megérkezünk, akkor mit csinálunk, mit iszunk, aztán van a beállás, aztán utána eszünk valamit. Vannak ilyen órarendszerű elfoglaltságaink, backstage buli, mondjuk egy... Hát azért nem szoktunk koncert után elrohanni egyből, mert hogy azért minden koncert után nyilván nincs nagy buli, de például egy Kobuzi az nagyon különleges nekünk is, mert tényleg sűrűn jövünk, meg nagyon sok emlékünk kötődik ide, itt biztos, hogy utána maradunk egy kicsit. Nekünk ez egy nagyon kedves helyszín. Tavaly is, amikor itt voltunk, akkor volt egy ilyen dupla koncert, akkor is különleges műsorra készültünk. Most a különlegességét az adja, hogy egyrészt egy picit variáltunk a setlisten, másrészt meg ma egy új dalt fogunk játszani, Kobuzi közönség hallja először. A zenekarnak hatalmas öröm, hogy ismét Budapesten koncertezhet, és Magyarország összes nagy fesztiválján láthatóak lesznek még idén.